170 évvel ezelőtti ütközetre emlékezett ma a város. Az 1849. január 25-i esemény emlékét most hagyományőrzők csatajelenettel is felelevenítették. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. €400 000 forintot lopott el két férfi a postáról. Önálló iskolaépületre gyűjt a Patkós Érme Művészeti Iskola. És Bálint Ágnes mese figurái láthatók a gyermekkönyvtárban. A Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! A Bedei csatára emlékezett a város ma délelőtt. 170 éve, hogy Perczelmór tábornok csapatai a Szolnoki út és a Törteli út által határolt területen felvették a harcot az osztrák Oettinger tábornok vezette csapatokkal. Az osztrákok megfutamodtak Albertia, mostani Albertirsa felé. A himnusz eléneklése után az 1849-es eseményeket elevenítették fel a Bedei emlékműnél ma délelőtt. Itt, ahol a szabadságharc helyi történetének egyik legfontosabb eseménye zajlott. 170 évvel ezelőtt a Szolnok felől előre nyomuló Perczelmór tábornok városunk határában megfutamította az osztrák csapatokat. Ezzel addig lehetetlennek hit feladatot vitt véghez. És ezzel nagyon sokat tett a nemzet függetlenségéért vívott küzdelemben, tette hozzá Klémen György. Perczelmór életének főbb állomásait és hadvezéri pályafutását Kocsis István elevenítette fel. Sukron haditanácsot tartottak a református templomban. Ott a vita hevében az egyik tiszt kirántotta a kardját, és nyomatékul az asztalra csapott. Ennek a nyoma mai napig látszik. Követelte, meg kell ütközni az ellensége a betolakodókkal. Ugyan ő volt, aki itt, Bedében győzelme vezette a magyar csapatot. Cegléden 1849. január 25-én vették fel a magyar csapatok a harcot az osztrák Oettinger tábornok vezette csapatokkal. A ceglédiek számára az ütközet látványos eseménynek számított, mondta Kocsis István. A Kálvária temető dombjánra ültek ki, és onnét nézték a lefolyását. Egyszer csak Oettingernek jelentik, hogy a jobb szárnyán magyarok tűntek fel, és tűzéséggel lövik a ott lévő alárendjeltjeit. Lóra pattant, lóhátul kiadja az intézkedést, azonnal visszavonulás. Az osztrákok tehát megfutamodtak Alberti, a mostani Albertirsa felé. A ma délelőtti megemlékezés különlegesebb volt a szokásosnál, hiszen a Ceglédi Lovas Hagyományőrző Egyesület, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület, valamint a Majsai Kiskun Huszár Bandérium csatajelenetet mutatott be. Az emlékművek természetesen idén sem maradtak virág nélkül, hiszen a megemlékezés után a város, illetve pártok, szervezetek képviselői először a Bedei emlékműnél, majd Perczelmór malomtéri szobránál is elhelyezték koszorúikat. Egy 17 éves fiatal és egy 31 éves ceglédi férfi ellen folytat nyomozást a ceglédi rendőrség. Az adatok szerint január 23-án délután bementek a ceglédi postahivatal csomagfelvevő helyiségébe, ahol látták, hogy a kassza nyitva van. Megbeszélték, hogy amíg K. Vilmos a posta előtt várakozik, addig a 17 éves fiú a kasszában lévő készpénzt eltulajdonítja. A fiatalkorú fiú bemászott a pult fölötti nyitott ablakon, és a kasszából több mint 400 000 forint készpénzt elvett. A feltételezett elkövetők a lopott pénzt elosztották egymás között. Az esetről a posta alkalmazottja bejelentést tett a rendőrségen. K. Vilmos még aznap este önként feladta magát a rendőrkapitányságon, ahol a lopott pénz ráeső részét visszaszolgáltatta. A nyomozók a férfit gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók még aznap azonosították a 31 éves férfi fiatalkorú társát, akit egyik ceglédi rokonánál elfogtak, és a rendőrkapitányságra előállítottak, majd gyanúsítottként kihallgattak. A rendőrök a lakásban végrehajtott kutatás során megtalálták az ellopott pénz egy részét.
Minden segítséget szívesen fogad a Patkós Irma Művészeti Iskola azért, hogy önálló iskolaépületük lehessen. 18 éves álmuk valóra válna ezzel, már megvan az iskola tervrajza, az építési engedélyt pedig éppen ma kapták készhez. A megvalósuláshoz bárki hozzájárulhat, magánszemélyek, cégek és önkormányzatok anyagi segítségét is köszönettel fogadják, mondta Andó László, az iskola igazgatója. Decemberben teltház előtt játszotta az István a király rockoperát a Patkós Irma Színház. A darab végén az Építsünk iskolát közösen Molinóval hívták fel a közönség figyelmét a régi nagy álomra, vagyis hogy a 18 éve működő művészeti iskola önálló épületet kapjon. Készen vannak az építési tervek, Tőrös Csaba cége készítette, meg is van az építési engedély, éppen a mai nap jött meg hivatalosan, róla az értesítés. A kiköltözés az azt jelenteni, hogy a táncosónál költözik ki, a szakgimnázium és a gimnázium. Az iskola a Törteli úti volt laktanya egyik épület együttesénél kapna helyet. A modern kor minden igényét kielégítő intézmény építéséhez azonban sok pénz kell. Andó László ezért hazai és nemzetközi kampányt indított. Szívesen fogadnak bármennyi anyagi segítséget bárkitől, legyen az cég vagy magánszemély. Nyilván nem csak arra számítunk, hogy vállalatok, vállalkozók segítenek, hanem mi igyekszünk mi is megdolgozni érte. Tehát, hogyha önkormányzatok és egyéb nagyobb cégek műsorra hívnak bennünket, akkor mi megyünk. Ezeknek a fellépéseknek a bevétele is az iskola építéshez járul hozzá, mondta Andó László. Az iskola alapítványán keresztül is fogadják az anyagi segítséget, valamint a www.építsünkiskolát.hu weboldalon található az a bankszámlaszám, amelyre ugyancsak utalható támogatás. Már csak néhány napig érvényesek a tavalyi autópálya matricák. Több 10 000 forintos bírságot is kaphat az, aki érvényes matrica nélkül közlekedik. Jövő csütörtökig azonban van még idő újat vásárolni. 2008 óta az autópálya matricák csak elektronikus formában vásárolhatók. Vásárláskor a tulajdonos az autója rendszámát regisztrálja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT digitális rendszerébe. Amikor az autó felhajt egy fizetős útszakaszra, a bejáratnál elhelyezett kamerák ellenőrzik, szerepel-e a rendszáma a matrica vásárlók adatbázisában. Amennyiben nem, a szolgáltató a tulajdonost bírsággal sújtja. D1-es kategóriás személyautó esetében az alapódíj 14.875 forint. Ez azonban folyamatosan növekszik, ha nem fizetjük be. 60 nap múlva már mintegy 60 000 forintos pótdíjat is ki kell fizetni. Gyönyörű alkotásokkal nyílt meg a Honvéd Nyugdíjas Egyesület Foltvarró körének kiállítása. A nyugdíjas hölgyekből álló művészeti alkotóklub már 25 főt számlál. A tagok minden héten hétfőn összeülnek és szebbnél szebb mintákat, figurákat készítenek. Mesefigurák, párnák, hímes tojások, színes terítők. Az érdeklődők szebbnél szebb alkotásokat láthatnak a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület klubházában. A kézi munkákat az Egyesület hölgy tagjai készítették. Minden héten hétfőn, 2-tól 4-ig itt vagyunk délutánonként, és akkor újabb dolgokat nézünk át, sablonokat készítünk, sőt van olyan munka, amit játékból olyat alkottunk most a kiállításra, hogy ugyanazt a sablont használtuk föl, és mindenki maga képzelete szerint alkotta meg, és mindegyik más. Az alkotókör jelenleg 25 főből áll. A tagok nagyon lelkesek és szépen dolgoznak, mondta a vezető. Ez pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a kiállított alkotások. A Foltvarró kör 2010. októberében alakult meg. Először is mindig a kézi varrás volt, és a nagymama virágos kertjével kezdtük, és utána jöttek a különböző formák, technikák, és géppel is készítünk most már. De a figurákat, ami nem terítő vagy takaró, azokat kimondottan kézzel szoktuk készíteni. A tárlatot Juhász István nyugállományú vezérőrnagy nyitotta meg. A művészeti alkotókör fennállása 8 éve alatt számtalan kiállítást tartott, és el kell, hogy mondjam, hogy mindegyik rendkívül sikeres volt. Ennek a sikernek az alapját pedig nem más alapozta meg, mint a kiállított képzőművészeti értékek szépsége, sokszínűsége, és valóban az a művészi színvonal,
ahogy a mi lányaink ezeket elkészítették. A kézzel készített alkotásokat február 9-ig tekinthetik meg a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület klubházában. Bábjáték és diafilmvetítés várja a fiatalokat a gyermekkönyvtárban, Bálint Ágnes emlékkiállításán, foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek, akik interaktív játékokon keresztül ismerhetik meg az írónő műveit, úgy, hogy a különböző mesefigurák bábként elevenednek meg. Egymás után érkeznek a csoportok a gyermekkönyvtárban. Minden héttel egyre több gyermek ismerkedhet meg Bálint Ágnes meséivel. Az író műveiből Pál Márta olvasott fel a fiataloknak. Bálint Ágnes írónőről, aki szerkesztő is, illetve dramaturg is volt, Vecsésen volt a háza, és ott rendeztek be neki kiállítást eredetileg. Onnét indult el még 2016-tól, nyarától ez a vándor kiállítás, és nagyon sok településen már részt vett, sok iskolás megnézte, osztályok, csoportok, illetve a szülők is nagy érdeklődést mutatnak. Az interaktív foglalkozáson Bálint Ágnes műveinek szereplői jelentek meg bábként, de a Mazsola című meséből jól ismert tökházat is megnézhették a kicsik. Bálint Ágnes történetein nemzedékek nőttek fel. Írásaiba beleszőtte saját maga vonásait, szokásait, valamint élettapasztalatait is. Leginkább a gyerekeknek írt, és ami... Nagyon fontos, hogy az életből merített bizonyos történeteket, illetve azokat az állatkákat, amiket ő felhasználta, a malackát, mazsolát, ugye, kismanót, tádélyegérkét, igazából az életből merített történeteket, amiken keresztül a gyerekek megtanulják a valóságot is, meseszerűen természetesen. Az interaktív kiállítást most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola tanulói nézték meg. Az egyik kisdiák, Klenk Attila arról beszélt, hogy nagyon szereti a mesekönyveket. Az ilyen robotosokat szeretem, meg még olyat, amiben így a természet dolgok vannak benne. És ide a gyerekkönyvtárba gyakran szoktál járni? Hát, csak az osztállyal szoktunk járni, és mindig választok egy nagy, jó kis könyvet, és aztán otthon szoktunk belőle anyával olvasni, és már majdnem el tudom olvasni. Egy másik fiatal, Pataki Dóra pedig a Bogyó és Babócás könyveket kedveli a legjobban. Dóri azt is elmondta, miért pont ezek a kötetek a kedvencei. Mert ők olyan aranyosak, meg ilyen természetben élnek, és szeretem a természetet. Bálint Ágnes emlékkiállítása január 30-áig megtekinthető a gyermekkönyvtárban. Azt gondolom, nekünk felnőtteknek is szívben engető érzés emlékezni ezekre a mesefigurákra, nézzék meg bátran önök is a kiállítást. Ezek voltak friss híreink, friss híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is nagyon szép hétvégét mindenkinek, viszontlátásra!